Amiről pedig ma szeretnék ige szolgálatot végezni, az nem más, mint Jézus Krisztus értünk hozott áldozata, és ennek az alap igéjét a János evangéliumának a 6. fejezetéből olvassuk el. János, ismerős ige ez. Tudjátok, a szolgálatom ideje alatt, mint aki a 7. napot ünneplő adventista egyház tagja vagyok, ha megérem a jövő évet, akkor 70 esztendeje, mert 1946-ba keresztelkedtem, és én azóta az Úr Jézus Krisztusnak szolgálok, 1946-ba pedig 16 éves voltam, és így tehát 86-ba jövő évet megérem, akkor a 70. éves adventista leszek. És ha még a 77 évet megérem, a 2017-et megélem, akkor 50 éve, hogy szolgálatban vagyok, az Úr mindez idáig megsegített. És én azt fogadtam el, hogy azokat az igéket, amelyet képviselek, 3 forrásból veszem. Az adventisták így tesznek velem együtt. Az egyik a Biblia, ami a legfontosabb. A második forrás a prófétaság lelkének kinyilatkoztatása vejtestvérnőn keresztül. Ezt a keresztségi alapon el is kell fogadni, akik ide akarnak tartozni az egyházhoz. A harmadik forrás pedig, amely a Biblia és a prófétaság lelkének kinyilatkoztatása alapján tesszük, ez az egyház szervezeti életünk, amelyet Isten tehát elrendelt, ahogy Irénke említette a megjegyzésében, hogy Krisztusnak egy teste van, és eltévejedett juhokat nem vezet az egyiket, itt a másikat, és higgyük azt, hogy elérkezik az az idő, amikor azt mondja vejtestvérnő, hogy szép lesz Isten népe, mint a zászlós tábor, és nem állhatnak meg a bűnösök az igazak gyülekezetében, de ehhez kell a Szentlélek kitöltetésének ereje és hatalma, amely elvégzi. És én hiszem azt, hogy az izraeliták, amikor a pogányok száma betelik, Izrael újból felvétetik, és lehetséges, hogy még a szombatot ünneplő baptisták is csatlakoznak Isten népéhez, és azt mondja, azt írja vejtestvérnő, hogy különböző egyházak lelkészei tagjaikkal együtt csatlakoznak Isten népéhez, és ezek lesznek a 11 órási, akiket begyűjt, aki ilyen keresztül Isten befejezi az ő munkáját. Na, a megadott igehely, az János evangélium a 6. rész, 47. versétől olvasom a következő képpen az igét. A 47. versétől így szól az igen. Bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az élet kenyere, a ti atyátok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből száll alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És ez az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életért. Tusakodának azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk? Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, én általam. Ez az a kenyér, amennyből szállott alá, nem úgy, mint a ti atyátok evék a mannát és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké.
Hát kedves testvéreim, azt tudjátok, hogy az úrvacsorai együttlétünk negyedévenként ismétlődik meg, de ha valaki soron kívül kér úrvacsorát, úgy érzi, hogy nem éri meg a következő negyedévet, annak adunk soron kívüli úrvacsorát is. És tudjuk azt, hogy az úrvacsorához való járandóság és abban való részvétel akarja megértetni velünk, hogy rendezett viszonyba cselekedjük az úrvacsora együttlétet. Tehát aki rendezetlenül végzi ezt a szolgálatot és kéri az úrvacsorát, azt mondja az Úr Jézus, aki nem becsüli meg az én testemet, ítéletet eszik és ítéletet iszik magának. Tehát senkit nem kényszerítünk az úrvacsora együttlétre, de örülünk annak, ha el tudnak készülni azok a testvérek, akik nem azt jelenti, hogy önmagukra nézve úgy gondolják, hogy én már bűntelen ember vagyok, mert annak a farizeusnak, aki azt mondta a vámszedőnek, hálát adok, hogy nem olyan bűnös vagyok, mint ez a farizeus, ugye, illetve mint ez a vámszedő, mutatott a vámszedőre, annak nem volt olyan reménysége az üdvösségre, mint Pál apostolnak, aki azt mondta, a bűnösök között első vagyok én. De beismerte és lerendezte az ő bűnét. Úgy jött Jézushoz, hogy Uram, fogadjál. Azt mondtam, hogy két forrásból merítünk, az egyik a Biblia, a másik a profétaság lelkének írása, és most hadd olvassak ehhez az igéhez egy tanácsot Vejtestvérnőtől, amely összhangban van, majd meglátjátok, összhangban van a Biblia tanításával. A Világ reménye című könyvnek a 397. oldaláról, amely a következőképpen ad tanácsot erre nézve nékünk. 379. oldaláról a következőképpen szól ez a figyelmeztetés. Krisztus ott állott az Ó és az Új Szövetség fordulópontján. Ő a szeplőtlen bárány felkészült az áldozatra, hogy önmagát adja sokakért, hogy így befejezze a jelképek és szertartások sorát, amelyeket 4000 éven át halálra utaltak. A húsvéti vacsora helyettesítésére olyan szertartást iktatott be, amely állandóan emlékeztet nagy áldozatára. A zsidó nemzeti jellegű ünnep érvénye ezzel örökre megszűnt. A Krisztus által beiktatott szertartást mindenütt és mindenkor kötelező valamennyi követőjének. Kötelező olyképpen, hogy meghirdetjük, de nem kötelezzük senkit, hogy miért nem vettél úrvacsorát, nem vonjuk felelősségre, mert mindenki maga tudja az ő lelkiismeret. A húsvét Izrael egyiptomi szabadulásának emlékünnepe volt, Isten rendelete szerint minden esztendőben felújították ennek a szabadulásnak a történetét, hogy Isten kegyelmét minden nemzedék megismerje. A Szent Úrvacsora pedig annak a nagy szabadulásnak emlékezetére rendeltetett el, amelyet Krisztus halála szerzett. Jézus dicsőséges visszajöveteli, kell ezt megünnepelnünk, hogy ezáltal az üldvözítő nagy áldozata elevenen éljen emlékezetünkben. Tehát ugye Krisztus halála nélkül nincs üdvösség. De a bűnök bocsánata nélkül és a bűnök elhagyása nélkül üdvösség sincs. Mert azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben. A szabadulás ünnepe ez, ami számunkra is, a bűnbánó szívvel járunk az asztalhoz, ez a bűntől való szabadulásunknak lehetősége. És Isten arra kér, hogy tartsunk önvizsgálatot. A Korintus beliekhez írott első levélnek a 11. fejezetéből
olvasom ezt a felhívást, amely által Isten arra kér, hogy tartsunk önvizsgálatot, mielőtt a szent jegyeket magunkhoz vesszük. 11. Korintus első levele 11. részének a 28. versétől olvasom a következőket. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsülte meg az Úrnak testét, ezért van ti köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el, de mikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. Magunkat nem ítéljük el, de mikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy el ne kárhozzunk. A következő gondolatot olvasom ehhez az igéhez, a profétaság lelkének írásaiból. A 383. oldalról a következőképpen figyelmeztetésként, amely így szól. Az üdvözítő azt mondja, ha a lélek meggyőzött bennünket a bűn felől, emlékezzetek, hogy én meghaltam értetek. Ha nyomorgatnak, üldöznek, vagy megkárosítanak titeket érettem, vagy az evangéliumért, gondoljatok nagy szeretetemre. Ha nehezetekre is esik a keskeny úton járni, ne feledkezzetek meg az én kereszt utamról, amelyet értetek jártam. Minden nehézség és nyomorúság között gondoljatok arra, hogy megváltótok él és esedezik érettetek. Tehát Jézus abban vigasztal bennünket, hogy ő hozta meg az áldozatot, de nem szenvedésmentes volt ez az áldozat. Ha végig gondoljuk Jézus Krisztus történetét, hogy mit szenvedett a saját nemzedékétől, amelyben született, és hogy mit szenvedett azoktól, akik dicsérni és magasztalni kellett volna, amikor megostorozták, leköpüdösték, értünk tette ezt a szenvedést, akkor gondoljunk arra, hogy ha nékünk szenvedésünk van, akkor kérjük az Urat, hogy Uram, nem azt kérem, hogy vedd el ezt a szenvedést, amely nagy fájdalommal jár esetleg, hanem adj erőt, mint ahogy te is kaptál erőt arra, hogy zugolódás mentesen el tudjam viselni, és ne okoljak ezért senki, csak csupán csak a sátánt, mert a sátán az, aki azt akarja, hogy a szenvedés közepette, mint Jobbnál is, hogy tagadd meg az Istent, és hallj meg. Jézus vállalta értünk a szenvedés és a halált, mi mit vállalunk bűneinktől való szabadulásunkért és Jézusért? Ez a kérdés. Isten egy komoly önvizsgálatra hívja fel figyelmünket, amelyet röviden olvasok a Galácia beliek hívült levél 6. fejezetének a 4. versétől, amely így szól. Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgáljon meg, akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekvése, és nem másra nézve. Ez azt is jelenti, hogy ne ítékezzünk, ne bírálkozzunk mások fölött, Isten mindenkinek tudja a szívét, gondolatát. Lehet, hogy esetleg felmerülnek dolgok bennünk, hogy még ő is vett úrvacsorát, hát ilyen és ilyen cselekedete volt, és szava is, vagy akármi, de nem tudjuk, mikor rendezte el. Hát, ha éppen az éjszaka, mielőtt idejött, és nem tudjuk ezt, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes. Ennek vonatkozásában van egy újabb figyelmeztetés, amelyet Vejtest úrnő tanácsol, amely a 182. oldalánál így van, így szól. Nyilvánvaló, hogy az a bűn, amivel megalkuszunk, kirekeszt a úrvacsorától. Mert ha nem rendeztük el, akkor tehát ítélet okozunk. Ezt világosan tanítja a Szentlélek. Ezen felül semmilyen más ítélettel nem zárhatunk ki senkit az úrvacsorától. Tehát nem tilthatjuk el az úrvacsorától senkit sem.
Volt olyan testvér, aki azt mondta, hogy kedves Csongrádi testvér, hát én vétkeztem, de a lelkész megtiltotta tőlem, hogy úrvacsorát vegyek, és most mi a te véleményed? Te tartod most az úrvacsorai együttlétet, a lelkész nekem nem ad, a jelenlegi lelkész nem ad nekem úrvacsorát, de most én szeretnék venni. Mondom, figyelj ide, ha már elmondtad ezt nekem, én azt mondom, hogy a te lelkiismeretedre bízom, én nem tilthatlak meg tégedet. Ha az utcáról jön be valaki, és kihirdetem, akik részt akarnak venni, álljanak fel, és ha egy olyan személy jön, aki nem adventista, én nem veszem el tőle se a kenyeret, se a poharat. Értitek? Így mondja, vejtestvérek, ne tiltsátok el. Azt mondja, ezen felől semmilyen más ítélettel nem zárható ki senkit az úrvacsorától. Isten nem bízta emberekre annak megítélését, hogy kik vehetnek részt ezeken az ünnepeken és szertartáskon. Próbálja azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik, ítéletet eszik, és iszik magának, mivel nem becsülte meg az Úr testét. Senki sem maradjon távol azonban az úrvacsorától azért, mert abban talán méltatlanok is részt vesznek. Tehát ez a bírálat, kritizáló lelkület ne legyen a szívünkben, hanem ahogy mi szeretnénk átadni magunkat, úgy fogadjunk el mindenkit. Minden keresztény hivatott részt venni a Szent Úrvacsorába, hogy ezáltal bebizonyítsa, elfogadta Jézus személyes üdvözítőjének. Ha méltatlan kezek és szívek készítik is és osztják ki, mondjuk felmerül az a kérdés, voltam ilyen helyen, ha XY osztott az úrvacsorát, most nem nevezem meg, akkor én nem veszek úrvacsorát. Na most itt rejtestem, ad egy tanácsot. Hogy nem az a döntő, hogy ki adja, és ha méltatlan kezek és szívek, ha úgy ítélnétek meg engemet, most te a Csongrádi testvértől miért küldte ezt a Tóth Sándor, én nem veszek úrvacsorát, akkor erre biztatom, hogy ne a személyre nézzem, hanem azt mondja, hogy ha méltatlan kezek és szívek készítik és osztják is ki, Krisztus jelen van, hogy szolgáljon gyermekének. Mindazok, akik hitüket töretlenül Istenre alapozták, gazdagon megáldja, bárki, bármi okból távol maradt, kárt szenved. Na ez bátorítást arra, kedves testvéreim, hogy Isten csodálatosan szeret bennünket. Ha Jézus értünk az áldozatát elfogadjuk, akkor meg akar szabadítani bennünket a bűntől. És az úrvacsora arra szolgál, hogy megszabaduljunk a bűntől. A Kolossé beliekhez írott levelet hadd olvassam ehhez a gondolathoz. Kolossé beliekhez írott levélből olvasok egy igét az első fejezetből, a 12. verstől, a Kolossé beliekhez írott első levél, 12. versétől olvasom a következő igéket ide vonatkozólag, amely így szól. Hálákat adván az Atyának, ki alkalmassá tett minket a szentek örökségebe való részvételre a világosságban. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából és által vitt az ő szerelmes fiának országában. Kiben van a mi váltságunk az ő vére által bűneink bocsánata. Krisztusnak és az ő evangéliumának dicsősége. Aki képe a láthatatlan Istennek és minden teremtménynek előtte született. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok. Akár királyi székek, akár uraságok, akár fejdelmességek, akár hatalmasságok, mindenek ő által és ő rá nézve teremtettek. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. És ő feje a testnek, az egyháznak, aki kezdett, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség,
és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, amik csak van a földön és a mennyekben is. Így szól, titeket is, akik hajdan ellenségek, ide elidegenültetek és ellenségek valátok, gonosz cselekedetekben gyönyörködők értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetlenek állítson titeket önmagát. Tehát tulajdonképpen kiért jött az Úr Jézus Krisztus, az igazakért? Azt mondja, nem azért. Igaznak nincs szüksége megtérésre, azt mondja. Ide figyelj! Menjenek azok a bűnösök imádkozni, meg olvassák a Bibliát, én nekem erre nincs szükségem. Kapasz kegyelmet? Nem. Hát aki önmagáról azt mondja, hogy nem vétkezett, az hazudik. Mert nincs egy ember, aki ne vétkezné. Ki ilyennel és ki olyannal Istenhez jön, és azt mondja, hogy semmiképpen ki nem vetem. Így szól ez a tanács ezzel az igével kapcsolatosan a 83. oldaláról ennek a könyvnek a világreménye. Köszönöm szépen. Az üdvözítő azt mondja, ha a lélek meggyőzött benneteket a bűn felől, emlékezzetek, hogy én meghaltam értetek. Ha nyomorgatnak, üldöznek, vagy megkárosítanak titeket értem, vagy az evangéliumért, gondoljatok nagy szeretetemre. Ha nehezetekre esik a keskeny úton járni, ne feledkezzetek meg az én keresztutamról, amelyet értetek jártam. Minden nehézség és nyomorúság között gondoljatok arra, hogy megváltótok él és esedezik ére. Ez a gondolat az, amely bennünket arra bátorít, hogy járuljunk Isten elé bizodalommal, hogy a kegyelmet és irgalmasságot találjunk az ő szeretete által. És az Isten szeretete az, hogy megtisztuljunk minden bűntől. Azt írja itt még Vejtestvérnő, minden urvacsora újabb és nagyobb erőt nyújt az urvacsora élő összeköttetést teremt a hívő és Krisztus között. És így a hívő és az Atya között is. Bizonyos értelemben kapcsolatot létesít a hallandó ember és a hatalmas Isten között. Nincs többé büszkeség vagy önigazultság az olyan lélekben, aki Jézus és a Golgotára hozott áldozatára gondol. Nincs többé büszkeség vagy önigazultság. Aki Jézus szeretetén elmélkedik, annak nem esednek gondolatai, szíve megtisztul és jelleme átalakul. Úgy él, úgy világít, hogy Jézus szeretetét sugározza. Minél többet gondolunk a keresztre, annál jobban megszívleljük az apostol szavait. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem hogy Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfogadtatott a világ, és én is a világ.